előttük van a puszta szertábla, el kell mondani, hogy az ország történelmi központja, és amiért ide jöttünk, azt is fogja majd magyarázni, hogy miért éppen pusztaszer a célunk. De mielőtt nekivágnánk a téma kibontásának, elmondanám, hogy a történelmiségét az adja meg, hogy része a Sóútnak Szegedtől 30 kilométernyire található, Szeged és Buda között. Szegeden kirakott erdélyi só szállítmányok ezen az úton, amire majd rá fogunk térni a kereszteződéskor, szállították ökrös és lovas szekereken Budára. Az ökrös szekereken 6 mázsányi sót tudtak elszállítani. Ez akkora vagyon volt, hogy akár egy egész falut adtak érte adott esetben, hogyha vására vitték a sót, és aztán tudtak bele valamit venni. Na, itt az a kereszteződés, amit mondtam, és ettől fogva, bár aszfaltos, de később majd homokos út lesz, a történelmi Szeged-Budai országúton vagyunk. Ez innen Kiskunfélegyházáig megy, akkor Féledháznak hívták föltételezhetően, érinti a Pétermonostor, Bálmonostor, Bugaszmonostor, aztán fölfele Buda irányába egész a Nyulak-szigetéig, a Ponton hídig tartó útvonal. Rendkívül érdekes, és lesz egy rövid szakasz ennek az útnak, amikor megszűnik az aszfalt, mielőtt lekanyarodunk az Árpád halomhoz, ami már az itt létünk okának egy jelentős része, és mehetünk azon a homokos úton, majdnem 100 métert, ami az eredeti útvonal volt. Persze mehetnénk rajta hosszabb ideig is, csak mi az Árpád halomhoz igyekszünk. Na, itt van az a rövid szakasz, amit mondtam, hogy ezen a homokon jártak az ökrök, taposták a sarat, télen-nyáron vitték a sót Budára a királyhoz, mert ugye az királyi privilégium volt. És most bekanyarodunk az Árpád-halmi útra. Lombhullás után már ide látszik a halomra épített emlék. Mi most azért közelebbről fogjuk megismerni, mint madártávlatból, nem várva meg a lombhullást, és azzal elkezdődik az igazi téma, ami majd reméljük, hogy egy dokumentumfilmet eredményez. Ahogy mondtam, mikor lekanyarodtunk az Árpád-halomhoz vezető útra, hogy nem sokára látni fogjuk az emlékművet. Itt van tőlünk körülbelül 100 méternyire, azon a nagyon régi halmon, amit a történészek, de inkább a köznyelvit a környéken először Kovácsné halmának, aztán Árpád halomnak nevezett el. Jobbra látható, bár a témánkhoz nem igen igazodik, a puszta bíróháza, ami régen egy hivatal volt, ma már inkább csak annak a hivatalnak az emléke. Nagyon hosszú időn keresztül képzőművészeti alkotóházként működött. Úgy döntöttünk, hogy egy pillanatra azért bekukkantunk a puszta bíróház udvarára. Hozzátartozik a történetünkhöz, mert legalább 150 éves épület. Nem is a kora a lényeges, hanem a hivatal, amit itt betöltött. És eredetileg nem ilyen volt, egy kétszer ilyen hosszú épület. És ami nagyon izgalmas benne, hogy ez volt a pusztaszeri környék első elemi iskolája, ahol legalább 80-100 kisgyermek tanult egy 30 négyzetméternyi tanteremben, ami korábban szoba volt. Jó környék. Már a bevezetőbe is mondtam, hogy történelmileg frekventált, az ország történelmi központjának tekinthetem, de valójában ez nem csak egyetlen egy aktusra, honfoglalásra vonatkozik, hanem attól egészen a napjainkig a történet szépen felépül. Nyomon követhető akár 10-20 évenként is minden olyan indikátor, ami jelzi azt, hogy ez tényleg történelmi hely. Feljöttünk ide a halom tetejére, aminek a funkciója látszólag egyszerű, meg kell, hogy tartson egy ilyen impozáns
emlékoszlopot, ami a honfoglalás emlékére készült, és a honfoglalás követő ezred évforduló táján adták át. De ez nem egyszerűen csak emlék, hanem hozzátartozik egy történet. Mégpedig a honfoglalásnak az a 34 napja, ami az alpári csata után zajlott le itt ezen a környéken, a mai Pusztaszer és Sövényháza környékén, és ugye pontos adatokat nem tudunk róla, Anonymus meséiből, történeteiből és Kézai Simon történeteiből ismerjük azt a 300-400 évet, ami az Árpádházhoz tartozó időszak volt, és egyre bővül a történészek mesemondó képessége kapcsán is ez a történet, és ez nagyon jó, mert mindenki hozzátesz valami valószínűsíthetőt. Most mi a Rekeszki Zoli operatőr barátommal szintén hozzárakunk egy kicsi szeretet, ha tetszik, ha nem. Abban az időben, amikor az alpári csata volt, egy Zalán nevű királya lehetett a bolgároknak, akik az Al-Dunától a Sajó mentéig uralták a területet, és Árpádnak el kellett foglalnia ezt a területet, de mert a bolgárok elég számos hadsereggel rendelkeztek, cselhez folyamodott, ezt a cselt már mindenki ismeri, mert az alpár homokjának egy maréknyi mennyiségéért, két szürke paripáért és egy nyaláb fűér, ami alpár édes homokján termett, becserélte ezt az országot egész a Sajóig terjedően, legalábbis Zalánnak azt mondta, hogy csak neki az kell, aztán, mint később kiderült, az egész Kárpát-medencét sikerült elfoglalni, és Zalán elfutott a csatamezőről, katonáit mind lemészárolták, akkor ugye ez természetes volt, és Vörös Marti Mihály írt is egy művet, az Alánfutása címmel, ahonnan közelebbieket tudhat meg az érdeklődő. Az történt, hogy 34 napig itt hányták vetették az ország sorsát a nemzetségek vezérei. Nem véletlenül mondom azt, hogy hányták vetették az ország sorsát, mert nagyon sokan tévesen ezt az első országgyűlésnek tekintik. Márpedig az országgyűlésben az én gondolataim szerint azok a képviselők vesznek részt, akiket mi választunk, az meg csak most van. Az Árpád idejében nem nagyon volt válogatási lehetőség. A törzsfők benne voltak ebben a politikai aktusban, mások meg itt voltak a környéken addig, míg a törzsfők, gondolom, egy kicsit mulatozva is, de komolyan odafigyelve elhatározták, hogy milyen törvények és milyen szokásrend alapján fognak itt élni majd a magyarok a Kárpát-medencében, ami már több mint 1000 éve tart, és eddig úgy néz ki, hogy célra vezető, de mindig van mit tenni. Van itt a környéken ebből a dombból nagyon sok. Azt mondják, hogy legalább 50 ezernyi a Kárpát-medencében ilyen halom. De rögtön rájövünk, hogy valahol nem természetes ez a szabályos kör, meg a síkból kiemelkedő domb. Ugyanígy van ez itt az Árpád-halmon is, fölébred a gyanú az emberbe, hogy ezt összehányták, összehordták az emberek valamikor régen, és ez így is van, de erről majd néhány mondatban később ejtek szót. Tehát hasonló 7 halmot kiválasztottak a vezérek, és a vezéri sátrat fölállították a halmokra, a népesség pedig, ami olyan 200 ezer körül lehetett a vándorló magyarok csapatát tekintve, körbe helyezkedett el a nemzetségei szerint a halmok alatti síkon. Mindenkinek nagyon tetszett ez a tápanyagdús rétekkel, ligeterdőkkel tarkított, halban gazdag, tiszamenti öntésterületen kialakulható életforma. Ezért úgy tekintettek rá, mint az új hazára, az óhaza után, ahol egyébként maradtak még magyarok, tudjuk, a kutatóktól szintén. Én csináltam egy fikciót, elmondom a halmoknak a nevét, és hozzáteszem a 7 vezért, úgy teszem hozzá, ahogy én az általános iskolában tanultam. Azt mondta a tanító bácsi, hogy na Árpád, állj föl és mondd el a 7 vezér nevét. Az úgy kezdődött, hogy Árpád, Előd, Ont, Kontas, Huva és Töhötöm. Erre mindenki emlékszik. De azt már nem tudja mindenki, hogy valószínűsíthetően hol állomásozott ez a felsorolt 7 vezér, hol vertek vezéri sátrat, és hol töltötték igazából azt a 34 napot. Egy kis puskát csináltam,
ilyen látszólag körbeállítottam a domboknak a neveit, és az jött ki nekem, hogy Árpád itt az Árpádhalmon sátorozott, és akkor balról jobbra haradva Elődvezér Sáregyházán sátorozhatott, Ondvezér Szárnyékhalmon, Kondvezér a Vesszőshalmon, Tasvezér a Kártyáshalmon, Hubavezér a Lukashalmon, nem elszólás, Lukashalom a népies neve itt annak a kettős halomnak, és Töhötön vezér a Császárné halmán. Hogyha lett volna egy nyolcadik vezér, akkor még ott elfért volna Árpád és Töhötön között, hogy nyitva hagytam ezt a kört. Ezt az érdekes dolgot szerintem előttem, legalábbis nagyon remélem, még senki nem fogalmazta meg és nem mutatta be így, úgyhogy mi ennek nyomán fogunk körbejárni majd. Mik is ezek a halmok, amikről én beszélek? Hát igaz, hogy az emberek hordták össze, de az nem igaz, hogy a honfoglaló magyarok hordták össze a sisakjukba és a pajzsukon. Egyébként tényleg mesterséges képződmények, és egy Horváth István nevű nyelvész úgy gondolta az 1800-as évek elején, éppen talán 1800-ban, hogy ezeket a halmokat a vándorló magyarok előtt itt élő népek, többek között a már akkor ide valamilyen módon bekerült kunok építették, és hogy akkor ezt kunhalomnak kell nevezni. Hát ezt tudjuk, hogy nem teljesen igaz, mert mint később kiderült, a kunok akkor, ha szorványosan is átkelve a Kárpátokon ilyen felderítő vagy rabló aktussal jöttek a környékre, nemigen építettek ilyen halmokat maguknak. Aztán későbbi régészeti kutatások igazolni látszottak azt, hogy a kunoknak mégis van köze ezekhez a halmokhoz. A mai kutatások meg már egyértelműen bebizonyítják, hogy a kunok, a IV. Béla idején betelepült kunok főként, akik nagyon nehezen szoktak rá a kereszténységre és nomád életet éltek, itt azt mondhatnám, hogy rabló életformát, mert ha nem adott elég húst a nyájuk, akkor raboltak is hozzá. Lehet, hogy fölépítettek egy-két halmot, de az a bizonyos 20-22 ezer, de akár 50 ezer halom is, ami itt található Kárpát-medencében, nem kun kezekről árulkodik, hanem részkori emberek, még azt megelőző felső neolitikus emberek is építették ezeket. Aztán bronzkori emberek, akik itt telepedtek le, és lehetett hozzánk közelebbi története is a halmoknak, akár a hun időkből, a 4. századból, később aztán az avarkor idején szintén lehetett a 7. században valami történet hozzákapcsolva. Lényeg az, hogy mire a magyarok ide jöttek, ezek a halmok már álltak. Hát esetleg hordhattak rájuk egy kis földet, hogy még magasabb legyen. Ez egyébként, hogyha megnyitunk egy ilyen kunhalmot, látszik is a talajszelvényen, hogyha humuszos a beásás több méter mélységig, akkor föltételezhetően a talaj felső rétegéből feltöltött korábbi halomról van szó. Hogyha nem humuszos, hanem homokos, agyagos, akkor már a szél által, meg az eső által lerontott halomról, aminek a feltöltése vagy megtörtént, vagy nem történt. Ez az Árpád halom a legmagasabbak közé tartozik, ezért van az, hogy a terület birtokosa Kecskemét városa a millennium idején elhatározta, de már előtte 30-40 évvel, hogy felépít ide egy emlékművet, és kéri majd a királyt, hogy a millennium ünnepségek tetemes részét itt a Szeri pusztában rendezzék meg. Valamiért a királynak ez nem tetszhetett, illetve annak az akadémikus bizottságnak, tudós bizottságnak, akik ezzel a történettel foglalkoztak, és úgy döntöttek, hogy az ország dolgait nem is itt rendezték el, hanem alsó pusztaszeren. Hogy milyen oknál fogva döntöttek, itt az is kiderült, mert egy ennél általuk sokkal impozánsabbnak vélt oszlopcsarnokszerű Árpád szoborral és oroszlánokkal díszített emlékművet terveztek, és Szeged város ezt az akkora az ő kezén lévő szegedi pusztán, a mai Ópusztaszer helyén, Szermonostor tövében, mert az is ott található, fel is építette, ami tényleg csodaszép lett, és mai napság a Nemzeti Történeti Emlékpark díszének és központjának tekinthető emlékmű, és köré épült a skanzen és a feszti körképet is ott mutatják be. De minden esetre, mert én itt gyerekeskedtem, a nyaraimat ennél a domnál töltöttem, nagyapám háza 200 méterre van innen,
nekem egyformán kedves, de talán ez egy kicsit szeretetteljesebb, hogy a gyerekségem is ide kötődik nekem, mint az emlékparkbeli emlékmű, de azt hozzátenném, hogy azt is nagyon szeretem. Hogy miért hívják mégis Kunhalomnak? Hát a nép ajkán ez terjedt el, a népnek ez tetszik. Végül is azt mondta a Györfi erről, hogy ha Nagykunságon van a halom, akkor ha már a Nagykunságon van, akkor nevezzük Kunhalomnak, és én ezt elfogadom. Hát körbejárjuk az emlékművet, és megnézzük a vezérekről domborított bronz képeket. Kicsit ráközelítünk a turóra is. Ezt az emlékművet a Magyarországos Diákszövetség által lebonyolított gyűjtés pénzéből emelték ide, ami 7-8 ezer forintnak megfelelő érték volt. Akkoriban a forint azért lényegesen többet ért, mint amit most ér, és ebből fel lehetett építeni. Voltak itt is azért más gondolatok, de nagyon drágának tűntek, és végül is Kecskemét városa ezt nem vállalta be. Nincs is ezzel semmi probléma, mert ez az emlékmű nagyon ide passzol, nagyon itt kell, hogy legyen. Egyetlen szépséghibája volt ennek csak az, hogy ez nem 1896-ra, hanem 1900-ra készült el, de nem kisebbíti ennek az emlékműnek a rangját ez a 4 évi csúszás a millenniumhoz képest. Hát a Hubay és Előd vezér plasztikáját láthatjuk itt. Már is felborul a sorrend, amit én otthon izgulva, nehogy körmöst kapjak az iskolába, hogy el tudjam mondani a 7 vezér nevét sorba. Már is felborul a sorrend, de ez nem baj. Hubay és Előd. Hozzátenném, hogy a legtöbb vezéri név Anonymus tollából eredően nem biztos, hogy ez volt. Az se biztos, hogy épp a honfoglaláshoz kötődik, az is lehet, hogy előbb vagy utóbb került be a történetünkbe, és az is lehet, hogy egyáltalán nem is volt, csak Anonymus kitalálta, Kézai meg megerősítette. Hát végül is én is elég nagy mesemondó vagyok, és ha írok könyvet, akkor nagy része annak is fikció, ami 100 év múlva már lehet, hogy történelemmé válik majd az akkori olvasatban. Nagyon én se térek el a valóságtól, azt is hozzátenném. A következő egy kicsit már közelebb áll a hely szelleméhez, Kondi és Ond. Hozzáteszem, hogy Ond vezérnek ajándékozta Alsópusztaszerig, Körtvélyesen a Tiszáig, és fölfele a Sajó mentéig, ami már elhangzott, azt a területet Árpád, amelyik területről az alpári csata kapcsán is Zalánhoz begyújtott igényről alapján is szó volt, és Ond vezér nemzetsége itt telepedett le, és ebből a nemzetségből nőtt ki a Kalán és Bor nemzetség, Bor-Kalán nemzetség, és az ő kései utóduk a Szeripósa család, akik már kötődnek történelmileg az egész Árpád-kor végéig ehhez a területhez. És ráadásul az is kiderült, hogy Ond vezér se létezett. Ezt is a történethez illesztette Anonymus, hogy ki lehetett valójában, arra csak találgatások vannak, de én találgatni nem akarok, mert én végül is el tudtam mondani a 7 vezér nevét, és abban Ond szerepel, én ezt fogadom el. Tas és Töhötöm, az nekem úgy szólt az iskolában, hogy Tas, Huba, Töhötöm, de igazából
szerintem a töhötöm, ha jól emlékszem, mert az összes többi vezéri név is kitalált, törtel lehetett. Hangzásban egy kicsit másabb, de azt mondhatnám, hogy annyira hasonló, hogy akár ő is lehetett. Majd később a kamera fölveszi egyébként a vezérek föltételezett pedigréjét, amiben számos igazság mellett 80-90%-nyi mese van, de azt úgy tessék elfogadni. Második halomhoz érkeztünk, a sorrend természetesen önkényes, mint ahogy mondtam, ez lehetett töhötöm vezérhalma az én felsorolásaim szerint. És el kell róla mondani, hogy a legépebb formában megmaradt kunhalommal állunk szemben. Az épségét onnan is láthatjuk, hogy hatalmas izolációs kaszáló van a szántó és a halom között, ugyanis a leszántás az egyik legnagyobb ellensége a halmoknak a természet rombolása után. De nagyon sokszor a felelőtlen mezőgazdálkodás következtében a halmok el is tűntek. Egyébként a halmoknak az elnevezésében is lehet ezt látni, mert az épségben lévő halmoknak a nevei mind fönt maradtak, a kirabolt, felásott halmok nevei is fönt maradtak talán pont ezért. Ezeket vágott halomnak, kettős halomnak, rabolt halomnak is nevezik egyúttal a neve mellett. Viszont a halmok, amik eltűntek, leszántották őket, annak a neve is eltűnt. Itt a környéken van egy halom, amit már legalább 15 éve keresek, a zöld halom. Tudom magát a területet azonosítani, de a halomnak nyomát se látom. Hiába merezgettem a szemem, mikor arra járok. Egyébként sok érdekes dolog van itt az izolációs területen. Növényzete is más, mint a művelt területeken, de igazán állandó a növényzet a halmok oldalában, ahol nem jár senki. Amikor elkezdtem a mondókámat az Árpád halmon, akkor mondtam néhány gondolatot alpár édes homokjáról, amit Árpád használt csereértéknek Zalánnal szemben, a mese szerint, lásd Anonymus gesztáját, és itt egy űrge, jóindulatúan, de lehet, hogy földi kutya volt az illető, kidúrt nekünk az altalajból ilyen sárgás-barna színű homokot, ami humusz tartalmát tekintve nem biztos, hogy a legjobb, de azoknak az igénytelen növényeknek, amik a legeltetésben részt vesznek, a perjék, a csenkesz, az ecsetpázsit, a cickafark, azoknak éppen megfelelő altalaj, ha a gyökérzetük addig leér. Nagyon jó különben markolni, kellemes, hűvös homok, és ha ez bemegy az ember körme alá, egyszerűen tapsikol egyet és kisöpri, tehát semmi gond nincs vele. Tehát erre a homokra, egymarék homokra cserélte az egész bolgár területet ez a rafinált vezér, az Árpád. Ballagjunk közelebb a dombhoz. Hát ez legalább 10 méter magas domb, de most ha valamennyit tévedek, az nem olyan nagy baj. És magassági szintező hely van a tetején. Elég gyakori a kunhalmokon is, itt a hét vezérhalmán is 2-3-on találunk majd ilyen magassági pontot. Ez a tengerszinthez mért magasságot jelöli. Két tengerhez mérnek egyébként geodéziai magasságot, az Adriai tengerhez és a Balti tengerhez. Ezt a geodéták olyan nagyon egyszerűen fejezik ki, amikor a rajzot nézik, na nézzük, Adriába vagy Baltiba van ez lerajzolva. És a szintek gyakorlatilag ugyanazok, ilyen betonképződmények, de nem olyan vészesen rongálják a látványát a halomnak, mert hozzátartoznak már itt egy évszázadon keresztül állnak és segítik a térképészeket, ezért ezt mi is jóindulatúan vesszük hétköznapi szemlélők. Hogyha ránézünk a halomra, azért látjuk, hogy amíg ez a rét izoláció nem volt itt, addig ez az ekének nyújtott egy kis táplálékot, itt-ott beleharapott a szántás, de hál' Istennek ez elmaradt. A növényvilágáról már meséltem annyit, hogy felsoroltam az itt élő legeltetésre, kaszálásra alkalmas növényeket. Néha becserjésedik, néha szorványfák, tanúfák vannak itt a környékben. Itt például egy vadkörtefa uralja a tájat egyedül,
legalábbis távolról nézve az. Elég gyakori volt az Árpád korban is a vadkörtés, körtvénynek nevezték akkor, minden kolostort például nemesítette a körtét pont a vadkörtéből. Az állatvilágára jellemző, hogy beköltöztek azok a kotorékvadak, például a róka, az űrge, rágcsáló, földi kutya, akik mozgatják az altalajukat, és ez sem baj. Tehát mondjuk egy rókajuk, egy rókavár nem biztos, hogy a domb szerkezetébe tesz akkor a kárt, mintha mondjuk évente egyszer körbejár a tárcsa vagy a zeke. Nagyon sok a mezei nyúl, vannak apró vadon élő állatok is, a szöcske, például itt ugrándozik előttünk, a kamera nem tudja fölvenni, de versenyt ugrál itt velünk néhány mezei tücsök, sáskafélék, és érdekességként a kabóca is betelepült ezeknek a domboknak a déli oldalára. Növényekre egy kicsit visszatérve, valamikor gyerekkoromban a szomszédom dr. Csongor Győző volt, a múzeum igazgató helyettese, és ő nagyon szívesen foglalkozott a botanikával, és a körtöltést vizsgálva, ami tulajdonképpen élőhelyét tekintve a dombokhoz hasonlítható Szegeden, rengeteg alföldi orchideát talált. Megmondom őszintén, hogy addig én nem is gondoltam, hogy az alföldön orchideák találhatók. Én azt mindig az esőerdőkbe meg más helyekre tettem, és azóta már tudom, hogy a halmok is, hogyha feltérképezzük, élőhelyet nyújtanak ilyen érdekességeknek, mint az alföldi orchideák, és valószínűleg itt is az van. Most a domb oldala kaszálatlan, ez biztos az állandóság miatt van így, és erre külön ügyelhet a természetvédelmi hivatal, hogy ne változzon meg itt a flóra és a fauna. Na, ballagjunk föl! Hát innen föntről nézve egészen olyan érzése van az embernek, mint hogyha templomtoronyból bámészkodna, vagy mondjuk hegyvidéken lenne, de hát látjuk a síkot, távolban a Tisza galéria erdejét, az is megvan 5-6 kilométer. Az az érdekes helyzet, hogy amikor ezeket a dombokat szálláshelyül használták régen, mondjuk a rézkorban, vagy a neolitikumnak a hozzánk közelebb eső időszakában, vagy mondjuk a bronzkorban számos ilyen települ található a Tisza mentén, akkor ezek voltak a szálláshelyek, és lejjebb egy 5-10 méterrel már ott csobogott a hatalmas árterülettel rendelkező Tisza. Azok meg az élelmiszer lelőhelyek voltak, mert azok a népek, akik az utolsó eljegesedés kapcsán pár ezer év alatt ide a Kárpát-medencei alföldekre lehúzódtak, azok elsősorban a táplálék beszerzésének könnyebbsége miatt jöttek ide. Halászhattak, csigákat, kagylókat szedhettek, gyűjtögethettek olyan érdekes növényeket, gyümölcsöket, amiket mondjuk a hegyvidéken nem. Nem véletlen, hogy népes lakosság volt itt valamikor régen. Szarmaták, germánok, aztán később a hunok is éltek itt egy kicsit. Az avarok is a 7. század környékén, aztán jöttek a magyarok. Azután meg már látjuk, hogy a betelepítések kapcsán még a 17. században, 18. században is változott a lakosság, szlovákok, svábok és így tovább. De minket inkább csak az Árpád-kor érdekel. Hogyha másik irányba végignézünk a síkon, akkor leszámítva azt, hogy egy a képhez nemigen illő villanyvezeték, de hát ez már mindennapos is látható az előtérben, a távolban víztükör fedezhető föl. És a víztükör jobb oldali szélén egy magas kilátó látható a Bozótosban, és ott van a természetvédelmi őrház is. Ez a büdös szék, és a büdös szék madárrezervátum. Rengetegféle vízimadár található itt az év során, általában tovább állnak, mikor már a táplálék fogy. Ugyanakkor az itt a környéken 10 000 számra, de legalább 10 000-es nagyságrendben az átvonuló darvak csoportjai lepik el a tavat és szedegetik maguknak a megfelelő táplálékot. De ők különben előnyben részesítik a letört kukoricatáblák böngészését, ahol nem csak kukoricát, hanem a kukoricát rágcsáló apró állatokat is összeszedegetik. Aztán, amikor elfogy a táplálék november vége felé, akkor tovább állnak.
újabb halomhoz érkeztünk, ez a Sáregyház halom. Az én olvasatomban elődvezér táborozhatott itt a ominózus 34 napon, de ugye megerősítem, hogy ez csak az én elgondolásom, játékos fikció, de hát ha igaz. A halom erősen lepusztult, és hál' Istennek körbe szántották jó mélyen, és idézőjelbe teszem hál' Istennek, és nyárferdőt telepítettek az egyébként halom körül kialakult település felszínére, ezzel hosszú időre megakadályozva a régészeti feltárást. De miért is fontos egy ilyen halomnál a régészeti feltárás? Hát azért, mert már a 10. században templom állott rajta, nem véletlen az elnevezése. A templom valószínűleg vert falu lehetett, ezért nevezik Sár egyháznak, sárból való falakkal. Az alapja az itt a környéken, bárhol, ha leásunk egy 60-70 cm-re megtalálható réti mészkő, ami daráskőként is ismert a köznyelvben, vagy köztudatban, és ezek a kődarabok még mindig megtalálhatók a halom belsejében. Jellemzően a régi TS időkben homokbányát nyitottak itt ezen a halmon is, és a halom közepét is, és az E5-ös főút felüli oldalát is kiszedték nagyon erősen, ott szinte majdnem hegyi szakadéknak tűnő, vagy löszfalnak tűnő képződmény van. Egy biztos, hogy nem használta leleteknek, itt a templom körül közvetlenül temető volt, mi magunk is 15-20 éve, vagy még korábban járogattunk ide ki tanulmányozni a falat, és nagyon sok emberi csontot találtunk. Találtunk olyan sírt, ami egymás fölött kétféle tájulású keletelt tájulású sír volt, és arra merőleges sír egymás alatt. Úgy ítéltük meg, hogy hun és magyar sír, vagy avar és magyar sír lehet. Nagyon biztosra nem tudtuk eldönteni. Egy biztos, hogy mikor újra kijöttünk néhány nap után, hogy megnézzük az általunk egyébként körbe szalagozott sírt, ilyen rögtönzött szalagozás volt az csak, ami volt nálunk, körbe raktuk, akkora már egy ügyes markolós kimarkolta a mi általunk feltárt sírt, és ezt nagyon sajnáltuk. Most, ha felérünk a halomnak a tetejére, akkor láthatjuk, hogy mekkora rongálást végzett a homokbányászat, viszont beköltözött a halomba a róka. Na most az előbb azt mondtam a nagycsászárné halmán, hogy nem baj az, hogyha egy-két rókajuk van, itt talán egy kicsit túlzásba vitte rókakom a kolónia alapítását. Itt rögtön előttünk van egy beásás, ez valószínűleg nem homokbányászat kapcsán, hanem kincskeresés kapcsán egy néhány évtizede vagy akár évszázada történhetett beásás. Remélhetőleg nem ástak le az aljáig és nem rabolták ki. Hát ilyen egy róka vár tulajdonképpen több bejárattal. És amit mondtam, hogy szakadék van a déli oldalán, az itt látható. És itt biztosan találunk emberi csontokat is. Hát tessék csak elgondolni, hogy micsoda mélyedés, szinte hegyvidéken érzi az ember magát. És ha lenézünk, hát igen, itt egyrészt látható emberi csont, lábszárcsont és valószínűleg sípcsont maradvány, ugyanakkor látható az építési kő alap darabja is, a daráskő. Hát ha másért nem, már ezért érdemes volt lejönni. És itt is van egy csont, amit megmutatnék, és szintén kő a szomszédságában. Hogyha ásunk, akkor ez egy felkarcsontnak tűnő csont, és ha ásunk, akkor még izgalmasabb dolgokat találhatunk, de ugye a kunhalmoknak a megbontása még ilyen körülmények között is szigorúan tilos, ezt meg is tudom érteni. Ugyanakkor, hogyha benézünk a kunhalomnak abba az oldalába, ennek sajnos felét elhúrták, valamikor nagyon régen, szerintem 20 éve van, picit megbolygattuk mi is azt a falat, mert láttuk, hogy egy vízszintes gerendasor lehetett ott valamikor. A kunhalmok temetkezési szokásai nagyjából úgy voltak, építészetileg idézőjelbe téve, hogy elhelyezték a halott hamvait, vagy a zsugorított tetemet, megfelelő módon, ahogyan szokták, különféle kísérő dolgokkal, élelmiszeres számára a túlvilágon is hasznosítható
élelmiszeres tégelyekkel, aztán a későbbiek során mondjuk a 4.-5. században a lovassírok jöttek divatba, azok egész az Árpád-kor derekáig. A pogányhit volt, ezt hozzátenném, a temetkezés szokásban fönt maradtak, a kunok még a 13. században is ügyesen és rejtve a kunhalmokba temették a lovaikat is. És próbáltuk a gerenda alapján behatárolni, hogy milyen lehet a sír, de látszott, hogy sírablók áldozata lehetett az is, úgyhogy a gerendázat alatt beomlott, csak föld volt, semmi több. Annyira aprólékosan kifosztották, az oldalfala se volt meg ennek a fülkének, és ugye erre halmozták föl a fölötteni a 3-4 vagy 5 méternyi dombot is. De tulajdonképpen ez a szokás őrzi meg a kunhalmokat. A Kárpát-medencében mondtam 20 és 50 ezer közé tehető a számuk. Itt Csongrád megyében, illetve most már másképp hívják, Csongrád-Csanád megye, itt legalább 500 van, és az 500-ból mindössze 10-et tártak föl. Nem baj, maradjon ez érintetlen, akkor lesz örök életű. Valahol távol látszik a kubikoknak a helye. Itt már inkább el tudom képzelni, hogy volt egy halom, amit a vezéri sátor építése előtt megemeltek, ugye, hogy tisztességes ranghoz illő magasságba kerüljön, és itt már elgondolkodtató, hogy az azonos korú kubikokból hogy került ide a termőföldréteg, az a felső 40-50 cm-es humuszréteg. Itt már én is be tudom fogadni, hogy a pajzsokkal és a sisakokkal hordták össze, miután más eszközük ilyen nem maradt a vándorló népeknek. És föltételezhető ennek a domnak a szétterülő, illetve a halomnak a szétterülő felső síkján kényelmesen elfért a vezéri sátor, ugye előd vezérsátra. Ugyanakkor már a 10. század vége felé egy egyhajós sártemplomot építettek, és ez például biztosan létezett az 1200-as évek derekán. Vag Béla király dénárját találták meg a régészek itt a detektorozás kapcsán, de ugyanakkor a keleti irányba elhúzódó település nyoma, ha fel van szántva a talaj, akkor foltokban mutatja a házhelyeket, mert talajba ásott és a talaj felszínén ilyen jurtasátorszerű kör alakban kialakított patics tetőt, és azokat nem ezzel fették be. Voltak ezek a házak, és a talajbeásás akár 1000 évet, vagy még többet is kimutatta azt, vagy kimutathatja azt, hogy hol voltak a tetőt tartó cölöpök, a cölöphelyeket lehet rekonstruálni, ebből meg már a házak is újjá gondolhatók. Nagyon fontos az, hogy ugye egyike lehetett a templom annak az istváni rendeletnek, ami azt írta elő, hogy 10 faluhoz egy templomot építsetek. Megérkeztünk a szárnyékhalomhoz, ez már a 4. halom, hogyha jól számolom. Ond vezérhez kötöttem. Hát talán azért, mert ez van majdnem legközelebb az Alsó-Pusztaszerhez, és ugye mondtam, hogy Alsó-Pusztaszerrel együtt egészen komoly nagy területet adott Ondnak Árpád. A másik pedig, hogy ez itt egyértelműsíti a halmok elnevezésének körülményeit, mert azok a halmok, amik tellek voltak, tehát települések,
amiken szárnyékok, épületek álltak, azok könnyedén kaphatták a település jellegének megfelelő nevet is, és ez a halom az, ami talán a honfoglalás kora óta őrzi a szárnyék nyomán kapott szárnyékhalom elnevezést, vagy legalábbis föltételezhető. Láthatjuk, hogy egy viszonylag új 20. századi tanya van a tetejére építve, ami jó is, meg nem is. Hát, hogyha arra gondolok, hogy rossz érzéssel aludnék abban a hálószobában, aminek az aljában temető van, akkor nem olyan jó. De hogyha megőrződik pont a tanya folytán, hogy rákerül, akkor meg talán jó, az utókori régészek majd örülnek neki, mikor ezt a tanyát ledózerolják, és egy honfoglaláskori település hajlékának a föltárása közben különféle leletekre bukkannak. Eléggé lepusztult ez a halom, látszik, hogy addig szántotta a tulajdonosa, ameddig csak bírta. Ez egy kicsit kapzsiságnak tűnik, de hogyha arra gondolok, hogy paraszti porta volt, akkor inkább alapos kihasználása a termőterületnek, ami nem baj. Tehát a magyar parasztember a legutolsó tenyérnyi területét is kihasználta, sajnos ez mondjuk az utóbbi 30 évre nem jellemző. Hát a szárnyékhalom az nem rendelkezik ennél több múlttal, nem találtam olyan adatot, ami azt mutatná, hogy részkori kunhalom, viszont a kunokra utaló nyomokat sem nagyon találtak. Lehet, hogy azért nem tárogatták fel a szárnyékhalmat, mert hogy évszázadok óta épület áll a helyén. Mellette van egy jó kiállású T.S. Major, hát az meglátszik rajta, mert vannak itt ilyen markoló nyomok meg leszántás nyomok bőven. A rajta lévő épület, mondjuk látszik, hogy kertészkedett a tulajdonosa, az elhagyatott. Azt is látom, hogy a villanyvezetők hamarabb értek ide, mint mi, mert hogyha mi jövünk előbb, akkor valahogy csak megmondtuk volna nekik, hogy ne vezessenek magas feszültséget a régészeti terület fölött. De végül is ondvezérnek is megfelelt sátorhelyül, akkor nem szapulom ezeket a 21. századi technikai csodákat. Van előttünk a vesszős halom. Egy nagyon impozáns halom itt a büdös széknek a tövében, közel alsó pusztaszerhez, és kondvezér lehetett az én elgondolásaim szerint a rajta sátorozó vezér. Ez egy viszonylag keskenyebb keresztmetszetű halom. Látszik rajta, hogy hosszú ideig erősen körbeszántották, aztán hál' Istennek befejezték a szántását, és most már bár rehabilitálták, ugye a mezőgazdasági művelésből kivették, de a regenerálódása azért sokkal hosszabb, akár 100 éveket is igénybe vehet, mire a szél meg az eső továbbra is sima felületet kölcsönöz ennek a halomnak. Mégis azt mondom, hogy a nagycsászárné halma és az Árpád-halom mellett ez a legszebben megmaradt és legjobban élvezhető látvány, amit itt a halmok körül láthatunk, legalábbis a vezéri sátorhelyek 7 halma közül. Elég régi halom. Itt a régészek, amikor megkutatták a halom környékét, és egy picit a halmot magát is biztosan megáshatták, aztán visszatemették, neolitikumból származó agyagtárgyakat, legfőképpen föltételezhető hálósúlyokat és ilyen nagyon vaskosra gyúrt edényeket találhattak. Az lehet a Krisztus előtti 5.-6. évezredi időből is, aminek a régészek a kőrös kultúrából származó edényleletek nevet adták. Hát itt ez a gyakorlatilag a legjellemzőbb. A kerámia, amit itt találhattak, az a csipegetett díszített kerámia. Egyszerűen csinálták meg.
a vastag kerámia edények falát a hosszú körmükkel megcsipegették, mintha mondjuk a bőrünket csípnénk össze. Aztán, amikor kiégették, akkor ez ugye megmaradt török időkre. Találtak későbbi honfoglaláskori leleteket is. A két időszak között, ha leletek nincsenek, akkor föltételezhető, hogy se temetkezési hely, se pedig lakóhely nem volt. Talán az lehet az oka, hogy egyébként is vizenyős terület, amit a Tisza állandóan ár alatt tartott, és a magas vízállás azt eredményezte, hogy szűkült a gyűjtögetési terület a kőkorban. Később aztán, amikor a pákászok a 11-12. Században itt a letelepedett magyarokból kiváltak, mint foglalkozási ág, azok rehabilitálták ezt a munkát, és tudtak már csónakból, vetőhálóval halászni, és itt már mindenféle élelmet a zsombékokról gyűjteni, akkor föltételezhető újra lakóhely és temetkezési hely lett. De hát ez csak föltételezés. Honnan eredhet a neve? Hát egyrészt valamikor régen a halomnak a neve nem is vesszős, hanem veszelyzős halom volt. Az én agyam járása rögtön a büntető vesszőzést hozta ki ebből, de ez csak tényleg az, amire én gondolok, és föltételezhető, hogy a rossz akaratú tolvajokat itt vesszőzték meg, de lehet, hogy a kun időkben volt egy időszak, amikor a sámánok még a keresztény világban is pogány szertartásukat mutattak be, és a sámánnak az egyik eszköze, legalábbis amit én tudok, az a vesszőseprő volt, amivel maga előtt söpörve a talajt, sámán táncot járt, és közben öntözte a felhők felé a vizet. Ezt a sámán énekekben el is mondta, hogy vesszelyzöm a földet, ég felé öntöm, csillagok felé öntöm, nap felé öntöm a vizet. Hát ezt a sámán éneket én találtam ki, majdnem ilyen formába került be az egyik szermonostorról szóló könyvembe. A másik elnevezés az egyelőre titok, majd ha fölérünk a dombra, akkor elmondom. Előbb inkább fölhívna a figyelmet ezekre a gyönyörű szép akácokra, amik most már lombjukat hullajtva, de van olyan is, ami már ki van száradva, állnak itt a templom tetején. Azt tudjuk, hogy az akác az a 18. század derekatáján került be Tesedik Sámuel jóvoltából, mezővédő erdősávnak, meg a homokok megkötésére, de kiderült, hogy elég invazív a fajta, könnyen elszáll a magház nagy szélben, mint egy pörgetyű, és el tud terjedni. Hát itt a környéken látható is. Gyakorlatilag magyar fává nőtte ki magát az akát. Szerintem nem kell ezt bántani, nem kell. Méhészek is nagyon szeretik megszüntetni. Na, elmondom akkor, hogy mi az a másik, ami valószínűbb, hogy nevet adott ennek a halomnak. Van itt egy ilyen töviskes, hosszú vessző, aminek Lícium a neve, Lícium barbacum a latin neve konkrétan. A Magyarországon ismertebb neve az az ördög cérna. Nem így oda halálosan jó név egy kunhalomra, főleg ott, ahol a gondvezér is sátorozott, az, hogy ördög cérna. De micsoda jó dolog a kun időkből a sámánizmust fölelevenítő ördög cérna elnevezés. Szóval ettől tényleg az emberek borsózik a hátana. Ilyen elnevezési szisztéma kellene minden halomhoz, ami ennyire kifejezi a régi világot, a régi hiten élők, a nomád csoportok hitét, a régi hiten élők életét. Ennek a növénynek lilás virága van, és apró kis rózsaszín vagy piros bogyókat terem, és erre a halomra úgy látszik, hogy nagyon szépen szeretett föltelepülni, mert látszik, hogy le van vágva, mindenütt ilyen ördögcélna tarló van. Ez képes akár 2-3 méterre felnőni. Régen, 50-100 évvel ezelőtt még a tanyák egy része ilyen sövénnyel volt bekerítve, meg hát persze olajfa sövénnyel is. Igazából itt az emberek nem líciumnak, hanem líceumnak hívják, és a líceum az jelent egyfajta középfokú
tanintézményt is, mondjuk gimnáziumot, de itt másról van szó, líciumként kell tisztelni, vagy ördögcérnaként. Menjünk föl a halomra, és itt is láthatunk magassági geodéziai szintezőpontot. Hát ez a szintezőpont is körülbelül olyan 100 méternyi lehet a tengerszint fölött. Mindig abból ítélem meg, hogy durván idáig 91 méternyi a tengerszint magassága, a fogadalmi templom tornyához viszonyítva, az is valamilyen magasságban van. Kereszt és a főjünk ez olyan 7 méternyi lehet, hát ha hozzáadjuk a 90, akkor 95-100 között lesz a tengerszint fölötti magasság. Hihetetlen, csodálatos kilátás nyílik itt a büdös székre. Megkockáztatom, hogy még sokkal szebb, mint a Nagycsászárné halma. A bivajok visszavonultak az iszaposba dagonyázni egy kicsit és szedegetni a friss nádat, és látnunk kellene már darvakat is. Napokban már hallottam a kórogásukat. Szerintem jövő héten már több ezer daru lesz ezen a környéken is, és itt állomásoznak, itt pihennek legalább egy hónapot, szedegetik a rágcsálókat, a kukorica ott maradt betakarítatlan csöveiről lefejtik a magot, és sok élelmet találnak maguknak, nem hiába, hogy történelmi idők óta ide járnak. Ez a terület különben elég nehezen közelíthető meg itt a kutyanyaki tanyák között. Aki erre jár, az készüljön föl rá, hogy majd a kutyanyakon Baks felé haladva balra láthatja meg a kutyanyaki dűlő közepetáján ezt a halmot. Mi is alig vettük észre, hát persze mi ügyesek vagyunk, előre földerítettük a terepet. Most ha szemügyre veszem a büdös szék távoli horizontját, akkor feltűnik a természetvédelmi őrház és az előtte álló magas les, ami madárles, és attól megpróbálom jobbra kifürkészni, durván 2,5 kilométernyire van ez, a Nagycsászárné halmát. Ezt pedig azért teszem, mert a halmok egy része nem is temetkezési hely, nem is tel volt, tehát lakóhely, szárnyékhely, hanem őrhalom volt, és az őrhalomnak két funkciója volt, észrevenni a közelgő ellenséget, a másik pedig szemügyre venni a területet, mikor járnak és merre járnak állatok, madarak, a vadászat szempontjából fontos volt. És hogyha rokon törzsek, rokon népek, rokon családok laktak a halmokon, akkor érdemes volt a halmokat úgy közel tenni egymáshoz már az ős időkben, hogy át tudjanak kiáltani egymásnak, vagy tűzjelzést tudjanak adni. Hát ha én most egy hatalmasat kiáltanék, nem biztos, hogy hallaná mondjuk az operatőr Zoli ott a magas lesen, de föltételezzük, hogyha nem volnának zavaró körülmények, ligetek, galériaerdők, amik lefogják a hangot, vagy esetleg traktorhúgás, akkor meghallaná. Hát azt gondolom, hogy ez már stratégia volt, védelmi stratégia volt, meg élelemszerzési stratégia, hogy lehetett itt kiáltozni. De például mögöttünk durván ugyanennyire van a kártyás halom. Most, hogyha az ember mondjuk egy szegedi öthalmon elkezdett kiabálni, akkor Sándorfalván is van egy kunhalom, ott meghallották. Onnan átkiáltottak mondjuk a Dóci vagy a pusztaszeri, ópusztaszeri halmokra, Dócon a kőtörés halomra, vagy mondjuk a Zsuzsa halomra pusztaszeren, ópusztaszeren. Onnan már csak gyerek sírás kellett, vagy gyerek sóhajtás, hogy a kártyás halmon meghallják. Ha ott elkiáltotta magát valaki, akkor a veszős halmon én biztos meghallanám. Hát ez egy csoda dolog, nem kellett telefon, nem kellett internet, nem kellett GPS, szabad szemmel fölmérhető volt, erre is jók voltak ezek a halmok. Elérkeztünk az ópusztaszerhez, azaz alsópusztaszerhez legközelebb eső halomhoz, aminek a neve kártyás halom. Rögtön fölmerül a név kapcsán, hogy ez egy ilyen közelebbi történetet jelenthet a halom életében, ugye, mert a kártya se annyira régi műfaj, legalábbis én úgy tudom, hogy pár száz évre lehet csak visszanézni a kártyázást. Hát igen, ennek a halomnak a szerepe
Ez bár adott leleteket a régészeknek lakóhelyként is, de leginkább az őrhalom volt. Amit már a Veszőshalomnál is elmondtam a kiáltások kapcsán, és akkor említettem a Kártyáshalmot is, itt mindig valamilyen őrség állt, ami tűzjelet, vagy kiáltással jelzett, vagy füstjelet adott a szomszédságnak, vagy egyszerűen lóvágtányira volt mondjuk egy másik halomtól, és így is lehetett hírt vinni az itt megszerzett ismeretekről, meg látványról. Ez az a halom, ami áldozatul esett az útépítésnek, nevezetesen a Kistelek-Baks közötti útépítésekor egyszerűen levágták az egyik felét, és elhordták, hogy az útnak helyet csináljanak. Ekkor, meg ezt megelőzően találtak neolitikus, a Veszőshalomnál már elmondott csipegetett kerámiás kerámia díszítésű edény töredékeket, és találtak emberi csontokat is, ami arra utal, hogy temető is van itt a föld alatt valahol. Elég rendesen elszántotta a földtulajdonosa a halom alját, ami nem szép dolog, de hát mit csináljunk. A Kártyás halom nevet azt a betyárvilágból eredezteti a nép. Azt mondják, hogy Rózsa Sándor betyárai, meg Veszelka Imre betyárai, akik ugyanazok voltak, itt figyelték a pandúrok mozgását rablások előtt, hogy tudják, hogy merre vannak a pandúrok, ők mindig az ellenkező irányba mentek el rabolni. Hát igen, ezt én is elmondhatnám, mert én is egy olyan tanyába rendeztem be az alkotóhelyemet, ami kunhalom, igaz, erősen lekopott, és hát én történeteket kreálok én is a betyárvilágból. Ott az én ásott kutamon keresztül vezet Rózsa Sándor és Veszelkáék egyik alagútja. Mindig meg is szoktam mutatni alacsony vízálláskor. A valóság az, hogy egy ászokra épített kút, ahol az alsó tölgyfa ászok olyan, mintha tényleg két bejárata volna jobbra-balra a kútnak a talaj alatt. Hát ilyen lehet ez a kártyázós. Biztos feküdtek itt, heverésztek betyárok időnként, és onnan jött a gondolat. Növényvilága elég dús látszik, nem nagyon szokták levágni, viszont eljutottam addig, hogy keresztül jöttem a gazoson legalább egy 6-8 métert, és most vagyok az elszántás peremén, egy vál képződött itt. Hát nagyon csúnya dolog, de most mit tehetünk? Látszik egy kis tolvajlás, bevágás is az oldalán, biztos reméltek kincset a kincskeresők, és ha fölmegyünk a tetejére, akkor körbe lehet nézni, mint az eddigi halmokról, és akkor érthető ez a kiáltásnyi távolság, vagy lóvágtányi távolság. Na, hát itt fönt vagyunk, és jó messzire elláthatunk. Ha nem volna itt erdő, akkor ellátnánk a Veszőshalomig legalább. Vagy a másik oldalon, a Zsuzsahalomig, onnan meg a Testhalomig, a Testhalomról pedig a Kőtöréshalomig, és így tovább. Hát elérkeztünk a hét halom utolsó állomásához. Nevezhetjük állomásnak végül is, mert számunkra ez egyfajta kellemes időzés. Ugyanakkor itt a Baks határában lévő halommal van egy kis problémánk. Próbáljuk megtalálni a halom folytatását, mert ennek elvileg kettősnek kellene lenni. És a előttem álló halom az rendben van, az halom a javából. Az magas is, terjedelmes is, elképzelhető a vezér is által is rajta. De valóságban azt gondoltam, hogy ennek folytatása van, és egy kettő darabból álló halom komplexumot láthatunk itt. Egy biztos, hogy valamikor a pusztában emelkedő halom környezete benépesült tölggyel, fekete diófa is van itt közöttük, akáccal, és ez kicsit megváltoztatta a képét. De hát ennek már biztosan 50-100 éve lehet így a fa csoportok nagyságából ítélve. Nekem semmilyen emlékem nincs, képen láttam valamikor, de minden esetre
hogy az előbb a kamera vette is, egy gyönyörű impozáns halommal állunk szemben. Most majd körbejárjuk, megpróbáljuk megkeresni azt az alacsonyabb részét, ami itt szóba jöhet. Egy biztos, hogy a környékben akár kettős halomnak, akár lyukas halomnak ismerik, a valóságos eredeti népi nyelvben ez mindig lukas halomnak volt nevezhető, vagy az ilyen bevágásos halmokat, ahol valóban megkettőződött a halom, nevezték korábban a népnyelvén patkóhalmoknak is. Van itt egyébként a Baksi homokbánya előtt egy ilyen kettévágott halom, ami alig észrevehető, de nagy mélyedése, szurdoka van, és az tényleg patkó alakú. Most átbalagunk a halom másik oldalára, hátról többet látunk. Ha nem látunk többet, akkor ezzel fogjuk beérni. De különben a kisebbik részre, ha én vezér lennék, például én lennék Huba vezér, ugye őt soroltam ide, akkor én nem engedném a sátram a kisebbik részre fölverni, én azt gondolom, hogy a magasabb halomra verném föl. Hát fent vagyunk a Lukas halom központi helyén, a magasabb halmon. Ennél csak kisebb halom lehet a folytatása, amit majd szintén megpróbálunk felderíteni. Az látszik, hogy itt is geodéziai magassági pont van. Hát tulajdonképpen három, vagy talán négy, három ilyen pontot találtunk, és ezzel szépen behálózható, betérképezhető a büdös szék, mert itt, hogyha a kamera átnéz esetleg a tehéncsorda felé, az fákon keresztül, akkor láthatja az előbb említett magas lest, a pusztát, a gyönyörű horizontálisan elterülő nádast. Nincs benne csak néhány facsoport, ami zavarná a kilátást, és nagy élmény egy ekkora gulyát látni így a Baks falu határában. Egy biztos, hogy az előttünk lévő beásás az nem véletlenül került ide. Nem is fát vettek ki, nem is dózert tette, hanem biztosan valaki kincskereső, mert itt évszázadokkal állunk szembe, próbált valami jövedelemhez, haszonhoz jutni, és ásogatott. De szerencsére a kunhalomnak a tetejét nem ásta meg. Az biztosan látszik, hogy vadban gazdag terület, mert van itt egy lőállás a halom mögött, ahol a pusztáról bejöttünk, és közvetlenül a puszta bejön a lőállásig. Tehát a nádasba befutó őzet még éppen puska végre lehet kapni. Itt a hajlat után egész mély hajlat van a nagy fa mögött, ami nem is tudom milyen fa lehet, juhar talán, vagy nem, az csertölgy, ha jól látom. És nem, ez fekete dió, bocsánat. Hát igen. Na, itt van előttünk egy gyönyörű fekete dió, úgy látom, hogy ez facsoport igazán, vaddisznó körömére hullatja a termését, és a fekete diótól jobbra a kamera láthatja a hatalmas horpadást, ami a lyukat jelentheti a Lukas halomba, és mögötte van egy kis emelkedés. És most már majdnem biztos, hogy ezek a lyukak, amik jobbról is láthatók, meg balról is, meg egy kicsit a halom lábához, a fekete diófától jobbra-balra vannak, adhattak okot az elnevezésre, hogy ez lett a Lukas halom, mert mi más, ha nem mélyedés ez a luk. Hogyha közelebb megyünk, én mutatom, itt bele is állok annak a luknak a közepébe, hogy mennyire látszom ki belőle, hát szinte alig. És csupa lik-luk itt minden a domb tövében, úgyhogy szerintem megelégedetten fejezhetjük be a túránkat, és mondhatjuk, hogy a hét vezéri sátor kitűnő helyen állt, minden tekintetben megfelel az elvárásoknak, úgy látványra, mint történelmileg, és remélem, hogy sok mindent hozzátettünk azért a környék ismeretéhez az érdeklődők számára.